megelőző vizsgálatokat csinálunk ma itt az egészségházban. Vérvizsgát csinálunk nekik először, utána pedig jönnek hozzám egy beszélgetésre, avval kapcsolatban, hogy milyen panaszaik vannak, milyen orvosságokat szednek, és a pillanatnyi állapotukat vizsgálom meg, megmérjük a vérnyomást, meghallgassuk a szívet, a tüdőt, és külön odafigyelünk az EKG-ra. És megjegyezném, hogy meglepődtem, hogy mennyien jöttek meg ezekre a megelező vizsgálatokra, hogy nagyon nagy az érdeklődés, és ezt a mi országunk is felismerte, hogy erre igenis nagyon szükség van, úgyhogy ezen túl is rendszeresen fogunk tartani ilyen megelőző vizsgálatokat. És azt is még hozzátenném, hogy én személyesen meglepődtem azon kívül, hogy sokan jelentkeztek ezekre a vizsgálatokra, az általános állapotok is sokkal jobb, mint ahogy én gondoltam volna. Egészen elmesélték, hogy milyen orvosságokat szednek, és nagyon jól reagálnak a terápiákra, amik vannak nekik, és betartsák, amit az általános orvos ajánl nekik, vagy a specialista, úgyhogy az általános képem az, hogy jól vannak kezelve a szabadkai lakosok.